akkor köszöntök mindenkit az ebédszünet után is, és külön szeretném köszönteni vendégeinket, akik a mostani kerekasztal beszélgetésben részt vesznek velünk, dr. Pálffy Ilonát, a Nemzeti Választási Iroda elnökét, dr. Bicskei Botondot, az Alkotmánybíróság főtitkárát, illetve dr. Pozsár Szentklósi Zoltánt, aki pedig a Magyar Helsinki Bizottságot képviseli választójogi szakértőként. Ez a kerekasztal beszélgetés, ez, ahogy a címe is mutatja, elsősorban a jogalkalmazásra fókuszál. Annyit elmondanék azért előjáróban, pár szóban, amit már Szabó Máté kollégám is említett a nap elején, hogy egy picit másképp terveztük ezt a beszélgetést, illetve a konferencia egészét. Nagyon szerettük volna, hogyha a jogalkotók részéről is megjelennek szakértők, akik ütköztethetik velünk álláspontjukat, és egy termékeny vitában vehetünk részt velük, de többszöri próbálkozásunk ellenére sem voltak nyitottak a velünk való párbeszédre, aminek az a következménye, hogy egy szűkebb, de annál gazdagabb kerekasztallal folytathatjuk a konferencia programját, úgyhogy éppen ezért szeretném külön köszönetemet kifejezni a jogalkalmazók két a választási eljárás jogalkalmazásában résztvevő két fontos intézmény képviselőinek, amiért eljöttek hozzánk és párbeszédbe elegyednek velünk. A kerekasztal beszélgetés célja, azt hangsúlyoznám, hogy kettős. Egyfelől feltáró jellegű, tehát szeretnénk azonosítani, hogy mik azok a legfontosabb problémák a jogalkalmazásban, amikkel szembesülünk a választási eljárás során alapjogi szempontból. Másfelől pedig konstruktív célja van a kerekasztal beszélgetésnek. Szeretnénk megoldási javaslatokkal felállni innen, megvitatni egymás megoldási javaslatait. Ugye elsősorban az NVI szempontjából ennek egy fontos gyakorlati jelentősége is van, hiszen az NVI-nek jogköre van arra, törvényes felhatalmazása, hogy jogalkotási javaslatokat kezdeményezzen. Éppen ezért azt reméljük, hogy az általunk megvitatott megoldások azok valóban beszüremlenek esetleg majd a jogalkotásba is, ha nem is közvetlenül a jogalkotóval való párbeszédben, hanem egy ilyen közvetett módon. És a menete ennek a beszélgetésnek az lenne, hogy amennyiben élni szeretnének ezzel a lehetőséggel a kerekasztal beszélgetés vendégei, akkor egy rövid expozéban bemutathatják, hogy mik azok a legfontosabb problémák, amikkel ők maguk szembesültek a saját tapasztalataik alapján a választási eljárási törvény alkalmazásában. Ennek részben az a célja, hogy mi is tanuljunk ezekből a tapasztalatokból, másrészt pedig valóban egy párbeszédet szeretnénk, amiben a jogalkalmazók is a saját szempontjaikat ismertethetik, és mi is a sajátjainkat, és aztán mindkét szempontrendszerről beszélgetést kezdeményezünk. Úgyhogy én át is adnám a szót dr. Pálffy Ilonának, hogy ha szeretne élni ezzel a bevezetővel, erről beszélgetünk, hogy nem biztos, hogy szeretne, ezt én rábíznám. Köszönöm szépen. Átadom ezt, ez a legegyszerűbb. Köszönöm szépen. Azért mondtam, hogy nem biztos, hogy szeretnék ezzel élni, mert ha elkezdem mondani, akkor nem fejezzük be itt estig a dolgokat, úgyhogy nagyon bele szoktam feledkezni a problémákba, de akkor majd esetleg figyelmeztet rá. Én nagyon köszönöm, hogy meghívtak, és mindjárt elsőre el is fogadtam a meghívást, mert én úgy gondolom, hogy önöktől is sokat tanulhatunk. Tehát mivel önöknek vannak gyakorlati tapasztalatai, nekünk is vannak, de azért lehet, hogy kevesebb, ezért nagyon szívesen veszünk javaslatokat, és az elmúlt fél évben leveleztünk is Szabó Máté Dániel úrral,
többek között az átjelentkezésre vonatkozóan, ahol az önök kezdeményezésére mi meg tovább kezdeményeztünk például egy rendeletmódosítást. Tehát úgy gondolom, hogy ezt továbbra is fenntarthatjuk, ezt a gyakorlatot, és nagyon szívesen veszünk minden javaslatot, és mi megpróbáljuk a jogszabálymódosítást kezdeményezni, nem, persze nem biztos, hogy ez mindig eredménnyel jár. Természetesen nekünk is vannak azért gyakorlati tapasztalataink, csak nekünk másik oldalról, a választási iroda munkatársai szempontjából, ami más szemszöget jelent, és az nem is baj, hogyha például itt ezt egymással ütköztetjük, ezeket a különböző álláspontokat, ami a legelején nekünk gondot jelentett, hogy nagyon későn lett választási eljárási törvény, és ugyanilyen későn lett felállítva a Nemzeti Választási Iroda, amit úgy kell elképzelni, hogy egy teljesen új intézmény. Tehát tavaly május 24-én még csak a választási irodának az elnöke létezett, utána egészen augusztusig szinte csak én voltam, és gyakorlatilag egyedül, majd a helyettesemmel közösen írtuk ki a közbeszerzéseket, vettük fel az embereket, szereztünk épületet, ahol el lehettünk, és közben már készíteni kellett a programot is, hiszen egy választási eljáráshoz szükséges informatikai programoknak az elkészülte, az nem egyik napra a másikra történik. Éppen azért, mert nagyon sok, tehát új volt a törvény, és nagyon-nagyon sok az új jogintézmény, tehát például az átjelentkezést, amit már említettem, de az egész levélszavazás, a határon túliaknak a szavazása, a regisztrálás. A regisztrálás ilyen még nem fordult elő a magyar választási eljárásban, tehát itt lényegében már ment a regisztrációs eljárás, amikor még a programot írták, mert ennyire be voltunk szorítva a határidőbe. Természetesen, hogy menet közben mi is rájöttünk még egy csomó mindenre, amit változtatni kellett, vagy kellett volna, ha lett volna rá lehetőség, hogy törvényt módosítsunk. Tehát a legtöbb probléma az ebből adódott, hogy, és még a másik, hogy a területen átszervezték a közigazgatást, és lényegében a több mint 3000 településen lévő köztisztviselőknek a 60%-a olyan új ember volt, aki még életében nem csinált választást. Tehát addig, mert elkerültek az okmányirodákhoz, a járásokhoz, a kormányirodákhoz, tehát mindeközben, miközben saját magunkat is tanítottuk, megtanultuk a törvényt, nekünk át kellett adni, és képezni kellett a valamennyi választási irodai munkatársat, hogy ők is helyben tudják csinálni. Én azt hiszem, hogy ezt akár önök is érzékelhették, hogy az országgyűlési képviselő választásnál még nagyon sok minden döcögött, többek között, ha csak az átjelentkezés vagy a külképviseleti névjegyzékbe való bejelentkezést nézzük, az elintézést, a határidőt, a problémákat, a hibákat, és ugyanez az európai parlamenti választásnál már sokkal gördülékenyebb volt, mert már volt a helyieknek is gyakorlatuk, nekünk is, meg közben tudtunk programot is módosítani. Ez nem jelenti azt, hogy most nem lesznek problémák, mert most meg szintén teljesen új dolgok lesznek. Az önkormányzati választásoknál is nagyon sok minden változott, és különösen a nemzetiségi választás, ami teljesen új, tehát most újra kell saját magunknak is megtanulni ezeket a szabályokat, meg megtanítani mindenkit. Többek között csak egyetlen számot mondok, hogy hát állítólag nem lesz túl sok jelölt, de azért a többes jelölés miatt elképzelhető, hogy 100 000 feletti jelölt lesz az önkormányzati és a nemzetiségi választáson, de szavazólap az biztos, hogy több mint 10 000 fajta lesz. Tehát el lehet képzelni, hogy ezt a 10 000 fajta szavazólapot úgy megcsinálni, hogy minél kevesebb probléma legyen vele, sőt, ne legyen vele probléma, ezeket ellenőrizni, imprimálni, kinyomtatni és időbe kijuttatni, hogy ez is milyen felelősséggel jár. Tehát ezeket csak példaként mondom, hogy biztos, hogy ezekkel is lesznek gondok. Én úgy gondolom, hogy
ennyit mondtam volna előzetesben, és akkor majd menet közben reagálok az itt elhangzottakra, illetve a leírtakra, hogyha lesz rá idő. Köszönöm szépen. Nagyszerű, köszönjük. Akkor át is adnám a szót Bicskei Botonnak. Köszönöm szépen. Hát tulajdonképpen az Alkotmánybíróság ebben az egész választási eljárási körben lényegében nem csinál mást, mint az egyébként meglévő általános hatáskörét gyakorolja. Tehát ilyen értelemben a választási eljárási törvény új hatáskört nem biztosít az Alkotmánybíróságnak. Csupán az alkotmányi panaszra vonatkozó határidőket korlátozta le, meglehetősen radikálisra, 3 munkanapon belül döntenie kell az Alkotmánybíróságnak az alkotmányi panaszokról. Azokban az ügyekben, ahol a választási szervek döntéseit felülvizsgáló bírósági döntéseket megtámadják az érintettek az Alkotmánybíróság előtt. Tehát amiről tudnék beszélni, azok a nehézségek, kérdőjelek, amik ezzel a határidő korlátozással vagy határidő szűkítéssel állnak kapcsolatban. Azt tudom röviden elmesélni, hogy az Alkotmánybíróság miként készült fel, nyilván bizonyos határok között érdekes ez, mert az, hogy hogyan szerveztük meg bent az ügyeleti rendszert, aztán annyira nem izgalmas. És végül két-három jogalkalmazási dilemmát tudok megosztani a hallgatósággal. Nagy örömmel, hogy erre van esetleg érdeklődés, és még akár így a fű alatt, vagy a föld alatt kis patakokban el is jut a jogalkotóhoz egyik-másik felvetés. Azt nem tudom valóban én sem, hogy most ebbe beleessek-e, tehát elkezdjem sorolni, vagy fussunk egy kört, és aztán utána. Én azt mondanám, hogy nyugodtan egy ilyen rövid bevezető keretében emelje ki azokat a szempontokat, amelyeket ön fontosnak talál, és akkor ezekre is reflektálunk, illetve sort kerítünk az általunk fontosnak tartott szempontokra is. Jó, tehát akkor a határidők körül fogok egy kicsit körözni. Ugye az általános alkotmányi panaszok esetében nincs az alkotmánybírósági törvényben határidő megszabva. Az alkotmánybíróság ügyrendje állapít meg különböző határidőket. Ezek nem striktek abban az értelemben, hogy nincs egy pontosan húzott vonal, hogy meddig kell az Alkotmánybíróságnak egy alkotmányi panasz ügyben döntést hoznia. Arra van az egy éles határidő, 180 napon belül kell dönteni a befogadás kérdésében, és ezt követően pedig az előadó bírónak az első tervezetet az ügyben azt a tanács vagy a teljes ülés elé kell terjeszteni 180 napon belül. Ezekhez a határidőkhöz kell viszonyítani azt a határidőt, amit a VE 233. paragrafusa megállapít, ami úgy szól, hogy az alkotmány jogi panasz ügyekben, a választási eljárás körében felmerült ügyekben 3 munkanapon belül kell az Alkotmánybíróságra döntést hozni. Egyrészt ez talán Ilona tudja, hogy ez koncepcionális kérdés volt, vagy szimplán pongyolaság, hogy lényegében nincs a magyar jogban még határidő, ami munkanapban van megállapítva. Tehát, hogy mindenki számára a választási eljárási körben és a népszavazási körben is naptári napokban van megállapítva határidő. Valamilyen furcsa oknál fogva, tulajdonképpen ez nagyon érdekes is, az Alkotmánybíróságnak, és ráadásul még a kúria is 3 naptári napon belül kell, hogy döntést hozzon a választási ügyekben. Az Alkotmánybíróság eljárására valamilyen érdekes módon 3 munkanap lett megállapítva, de ez inkább a folklór része. Abban az értelemben jó, hogyha mondjuk pénteken esik be egy indítvány, akkor egy kicsit több levegő jut.
Nyilván, amit mondok én, az nem testületi vélemény, azt talán nem is kell mondanom, és nem az Alkotmánybíróság hivatalos álláspontja. Az én személyes, illetve szakmai meggyőződésem az, hogy 3 nap alatt az alkotmányi panasz elbírálására nincs lehetőség. Tehát, hogy bizonyos értelemben ez egy nagyon szép tapasz, szépség tapasza a választási eljárás jogszerűségét vagy alkotmányságát illetően, de ez egy olyan radikális korlátozás, ami szinte kiüresíti a jogintézményt. Különös tekintettel arra, hogy a választások azok általában egy napra fókuszálnak, és minden más a választási eljárással kapcsolatos, vagy választással kapcsolatos eljárási cselekmény is meghatározott határidőkkel van kapcsolatban. Tehát, hogy meddig kell nyilvántartásba venni egy jelölőszervezetet, meddig kell leadni az ajánló cédulákat, vagy az ajánló éveket, stb. Maga a választás napja is egy napra fókuszál, amiből az következik, hogy a panaszok is fókuszáltan érkeznek adott esetben az Alkotmánybíróságra. Most elképzelhetjük, hogyha mondjuk beesik 90 vagy 100 darab alkotmányjogi panasz az Alkotmánybíróságra, és valamennyit 3 munkanapon belül kell elbírálni, arra egyszerűen nincs lehetőség. Tehát nincs, és ez tulajdonképpen nincs is összefüggésben azzal, hogy most 15 tagú, vagy 10 tagú, vagy hány tag az Alkotmánybíróság, és még azzal sincs, hogy tanácsokban is eljárhat, mert ez van egy bejáratott eljárási rendje, hogy az Alkotmánybíróság működik, készül egy tervezet, azt ugye házon belül közé kell tenni, arra adott esetben reagálnak a bírók, tehát van egy írásbeli szakasza is bizonyos értelemben, utána egy testületi szakasza, de a testületi szakaszon belül még csak az derülhet ki adott esetben, hogy egy adott tervezetet nem támogat a többség. Ha nem támogatja a többség, akkor felmerül, hogy visszaadja az előadó alkotmánybíró, a döntés kezdődik újra, tehát hogy egyszerűen fizikailag sem lehetséges. Tehát, hogy ez nem a lustaság. Ugye nagyon klassz érveket lehet hozni a szűk határidők alatt, leginkább a választás napja és az országgyűlés alakuló ülésének egymáshoz kötött volta, hogy ott van egy határidő, hogy hány napon belül kell összeülni, meg egyáltalán, hogyha a kicsi a többség, akkor pontosan kell tudni bizonytalanság nélkül, hogy lényegben adott esetben kinek van kormányzó, vagy kormányozható többsége, vagy hát a kormányzásra szükséges többsége. Tehát ezek persze fontos szempontok, de ha feltételezzük egy testületről azt, hogy alkotmányjogi értelemben fontos és nagyon komoly hatást kiváltó döntéseket tud hozni, adott esetben egy választás eredményét komolyan befolyásoló döntést tud hozni, akkor az én fejemben legalábbis az van, hogy azt is feltételezhetjük, hogy pontosan tudja ez a testület, hogy melyik döntést kell meghoznia rövid határidőn belül, és melyik az a döntés, ami esetleg várhat. Mindenféle korlátozás nélkül mindenfajta választási ügyre ráereszteni ezt a 3 munkanapot, én azt gondolom, hogy ez a jogintézményt meglehetősen gyengíti, magát az alapjogvédelmet meglehetősen gyengíti. A dömping ugyanakkor elmaradt, tehát azt is el kell mondani, hogy összesen éppen ma tettük közé az Alkotmánybíróság honlapján a féléves statisztikai adatokat, az első féléves statisztikai adatokat, amiben már benne van az összes eddigi választási ügyjel kapcsolatos alkotmányi panasz is. Összesen 68 alkotmányi panasz érkezett, és ebből az Alkotmánybíróság 4-et bírált el érdemben. A rövid határidő az nyilvánvaló nagy mértékben tolta azok abba az irányba az ügyeket, hogy,
hogy rövid úton visszautasítással lezárja az Alkotmánybíróság az ügyet, és nem akar vele foglalkozni érdemben. Azokat az ügyeket viszont, amiket érdemben elbírált, ott viszont kényszerűen megsporolt az Alkotmánybíróság ezt a befogadási szakaszt, és ott jellemzően egyből érdemi tervezetek készültek. Bizonyos értelemben szerencsénk volt ezzel a munkanap, a naptári nap, mert többször előfordult, hogy bejött, mondjuk szerdán beérkezett az indítvány, elkészült péntek délutánra egy tervezet, ott volt a két munkaszüneti nap, amivel lehetett levegőt venni és lehetett dolgozni, már hogy foglalkozni a tervezetekkel, és mivel úgyis össze volt hívva a hétfőre vagy kedre testületi ülés, egyből el is lehetett dönteni a hétfői vagy keddi teljes ülésen, úgyhogy több ilyen döntés született, amit végül a teljes ülés döntött el. Az Alkotmánybíróság, mint hivatal reakciója, vagy mint büró reakciója az volt egyébként a rövid határidőkre, hogy módosította az ügyrendet, lényegében kiiktatta a főtitkári előkészítő eljárást, és egy rövid lényegében az iktatásra és a nyilvántartásba vételre vonatkozó főtitkári szakasz után egy szinte telefonon történő szignálást, elnöki szignálást követően meg is kapta rövid úton az előadó bíró az ügyeket, és annyi még talán, hogy egy helyen egy ügyfélbarát gyakorlatot azt ki kellett zárnunk, ugye az van az alkotmánybírósági törvényben, hogy az alkotmány jogi panaszt az elsőfokon eljárt bíróságon kell benyújtani, és hogyha valaki akár tévedésből, akár szándékosan az Alkotmánybíróságon nyújtja be a panaszt, akkor az Alkotmánybíróság azt megküldi az elsőfokú bíróságnak azzal, hogy úgy járjon el, mint ott nyújtották volna be. Ezt kiiktatta az Alkotmánybíróság, ha az első néhány alkotmányjogi panasz választási eljárási ügyben talán a túlzott gyorsaság vagy akkurátusság jegyében is az Alkotmánybíróságot nyújtották be, és ezt rövid úton kiszórta az Alkotmánybíróság, hogy nem foglalkozunk vele, mert nem az első fokon eljárt bíróságnál nyújtották be, és aztán ez be is került az ügyrendbe. Nagyjából ezek az eljárási kérdések. Két érdekes tartalmi dolog van, de szerintem azt egy következő körben, mert sokat beszéltem, köszönöm. Köszönöm szépen, mindenki a saját szempontjáról beszélt, nyilván mi nem alkalmaztunk jogot jogvédőként, csak a civil szempontot szeretném kettő mondatban szemléltetni. Nyilván az is fontos, hogy jogalkotó hogyan látja el a maga tevékenységét, ezért lényegében rendszeresen a TASZ-szal és az Eötvös Károly Közpolitikai Intézettel közösen véleményeztük ezeket, kiadtuk ezekről állásfoglalásokat, néha volt foganatja, néha nem, inkább nem, mint igen, de ugyanennyire fontos volt az is, hogy a jogalkalmazó szervek hogyan látják el a saját tevékenységüket, az NVI, az NVB, a Kúria és az Alkotmánybíróság nyilvánvalóan a figyelem középpontjában álltak, a szempontunk pedig mindig a polgárnak a mozgástere, a polgári joggyakorlásának a lehetőségei. Volt már szó azokról a kérdésekről, amelyek ezeket húsbavágón érintik, az ajánlási rendszer, a kampánynak a kérdés, illetve a levélszavazás. Ezekről tudunk nyilván majd hosszabban is beszélgetni. Köszönöm szépen mindenkinek a rövid bevezetőt, illetve problémafeltáró állásfoglaló prezentációt. Én rögtön ezekkel kapcsolatban tennék fel néhány kérdést. Van bőven más tárgykörökben is kérdésem, de ezekre majd később kerítünk sort. Kezdeném az Alkotmánybírósággal, jogalkalmazással, egyszerűen csak azért, mert ott fejeztük be, de vissza fogunk térni az NVI-re is. Tehát az hangzott el, ugye, hogy a statisztikák alapján elmaradt az ügydömping, és ezt egy ilyen, ebben a kontextusban egy pozitív tényként
tűnt fel, ami lehetővé tette a minőségibb bíráskodást az Alkotmánybíróság számára. Ugyanakkor azért felmerül az emberben a gyanú, hogy nem-e azért maradt el az ügydömping, mert valamiért nem tudtak élni az Alkotmánybíróság mint hatékony jogorvoslati fórummal a választási eljárás résztvevői. Tehát ugye a másik szempont az az, hogy az alkotmányjogi panasszal az Alkotmánybírósághoz fordulóknak is ez a borzasztóan szűk határidő áll a rendelkezésükre. És hát azért azt is tudjuk, hogy az Alkotmánybírósághoz benyújtott alkotmányjogi panaszoknak azért meg kell ütnie egy bizonyos standardet, tehát szakszerűen megfogalmazottnak kell lennie. Ebben ugye komoly jogi munka van, amit valakinek be kell vállalni. És hát ennek nyilván költsége is van. Viszont azt is tudjuk, hogy például az alkotmányjogi panasz vonatkozásában nem áll rendelkezésre jogi segítségnyújtás. Például a kisebb pártok, jelölő szervezetek vagy jelöltek számára. Ezért bennem mindenképp felmerül az a kérdés, hogy az ügydömping elmaradása nem annak-e a jele, hogy megfelelő jogi segítségnyújtás hiányában nem tudtak élni ezzel a jogorvoslati fórummal olyanok, akik egyébként rászorultak. Csak az ügydömpinggel kapcsolatban azért az jellemző volt, hogy a magával a választás napi tevékenységgel kapcsolatban ügydömping elmaradt már az MVB-nél is, és szerintem a helyieknél, tehát az egyéni választókerületi választási bizottságoknál, és így a kúriánál is, tehát eleve ezért is mehetett kevesebb ügy az Alkotmánybíróságra is. Az volt a felmérésünknek az eredménye, illetve korábbi tapasztalatok alapján, hogy a kifogások, panaszok, fellebezéseknek a 80%-a az a kampánycsend sértés miatt volt a választás napján. Azzal, hogy a kampánycsend sértés megszűnt, illetve kampánycsend megszűnt, lényegében kevés ügy volt a választás nappal kapcsolatban. Rettenetesen féltünk egyébként a 150 méteres határ miatt, hogy ott gondok lesznek. Ott a Nemzeti Választási Bizottság akkor kiadott egy iránymutatást, ezzel úgy tűnt, hogy elejét vette ezeknek a panaszoknak, kifogásoknak is, mert szinte egy darab sem volt. Ami nagyon sok kifogás volt, az még a jelölési időszakból érkezett, akkor napi 100 ügyet intézett a Nemzeti Választási Bizottság, tehát azt hiszem 6-700 ügyük volt összesen, a ajánlóívekkel és a bírságokkal kapcsolatban. Tehát maga a választás napján nagyon kevés ügy volt a korábbiakhoz képest. És akkor elnézést. Dehogy is, erre lehet szociológiai felméréseket végezni, ezt nem tudom, hogy mennyiben járult hozzá, hogy nincs jogi segítségnyújtás, szerintem egyébként nem, de már a cső eleje is elég szűk volt, ahogy elhangzott, tehát hogy a hozzánk is elég sok ilyen bírságos ügy jött, hát most köztünk szóval tényleg tele marhasággal, tehát hogy egyszerűen megfoghatatlan volt az egész, tehát nem lehetett vele érdemben mit kezdeni. Azért a szűk határidők, most nem akarok csiki-csukit játszani, az Alkotmánybíróság milyen rosszul jár a szűk határidőkkel, és a jelölőszervezetek meg igenis tartsák be, mert nyilván nekik is teher a szűk határidő. Tehát voltak jól megírt indítványok is, tehát hogy persze ez lehet, hogy pénz, lehet, hogy jó ügyvéd kell hozzá, vagy nagyobb pártoknak nagyobb a holdudvara, vagy az apparátusa, amelyik meg tudja ezt írni. Hát ebben én most csak okoskodni tudnék, tehát hogy nem tudom, hogy mi az oka, hogy viszonylag kevés alkotmányjogi panasz érkezett. Valószínűleg ahhoz képest nem érkezett túl kevés, amennyi például a kúriára ment ügy. Volt olyan ügy, egy csoport egyébként, amit azt gondoltunk, hogy be fog jönni, aztán végül nem jött ott a TV2 környékén, azt hittük, hogy meg fogják támadni, de aztán nem, tehát hogy időnként csodálkoztunk, hogy nem támadták meg.
ezt a bírságot, ezt előre én nem is nagyon láttam annak idején, amikor megszületett a törvény. Szerintem sokakat azok közül is meglepett a dolog, akik elindultak a választáson, hogy több millió forintot ki kell fizetniük egyik napra a másikra, mert nem semmisítették meg, vagy nem a választóíveket. Az megdobta talán 40-45%-a biztos, hogy olyan ügy volt ennek a 68-nak is. Akkor köszönöm a válaszokat. Tehát az derült ki azért a válaszokból, hogy hát ahogy az alkotmánybíróság képviselő is kiemelte, nagyon eltérő színvonalú volt ezeknek az alkotmányjogi panaszoknak a kidolgozása, ugye? Tehát, ez így van, de ez senki nem lepett meg, mert az általános 60 napos határidővel beérkező alkotmányi panaszok színvonal és meglehetősen igen. Hát mondjuk nagy szórást mutat, hogy így fogalmazzak, és egy nagyon nagy arányban ugyanarra a sorsra jutnak egyébként, amire jutottak a választási eljárás keretében bejött alkotmányi panaszok, magyarán nem érik el az érdemi vizsgálat szintjét. Igen, tehát azt hiszem, hogy abban egyetérthetünk, hogy ez annyiban nem specifikus probléma, hogy ugye az alkotmányjogi panasz benyújtási eljárásában általános, hogy megszűnt az ügyvédkényszer, ehhez kapcsolódóan viszont a jogi segítségnyújtás sem áll rendelkezésre, ami nyilván azt jelenti, hogy sajnos tágabb értelemben is egyre kevésbé hatékonyan vehető igénybe ez a jogorvoslati fórum, de hát nyilván ennek különös tétje van egy olyan helyzetben, ahol nagyon rövid határidővel kell elkészülnie ezeknek a panaszoknak, illetve ahogy itt elhangzott, valóban hát jó ügyvédekre van szükség, ezek néha pénzbe kerülnek, néha pedig a kollégáim dolgoznak szombat esténként. Így van, és hát az indítványozók védelmében a ügyvédek is borzalmas minőségű alkotmányi panaszt is, de tényleg, tehát hogy nem a mieink. Tehát persze, tehát nagyon rossz, és hát azt pedig, hát azt tudja legjobban, hogy a jogérvényesítés, a jogvédelem az, tehát ahhoz kell egy minőség, kell egy felkészültség, egy tanultság, tehát az Alkotmánybíróság egyébként ebben a tekintetben meglehetősen ügyfélbarát, mert ugyan indítvány, nem írjuk meg az indítványozó helyet, de meglehetősen hosszú és tartalmas hiánypótlási levélben oktatjuk ki az indítványozott, különösen ha nincs láthatóan ügyvédje, hogy mi az, ami hiányzik az indítványból, és akkor egy újabb körben van esélye, és hát nyilván az itt lévők nagy része figyelmel követi, hát a Strasbourgi Bíróság éppen az elmúlt hónapokban szigorította meg radikálisan a befogadható sághoz szükséges részben kellék tárat, részben pedig a minőségi szintet, tehát hogy sajnos ez benne van a pakliban. Tehát azt szerintem nem lehet szemére olvasni egyetlen így, mondjuk a jogvédelemre hivatott szernek sem, akár kúriára, akár alkotmánybíróságra, hogy érdemben elbírálni csak azokat az indítványokat, alkotmányi panaszokat tudja, amelyekben van tartalom. Ez teljesen világos, tehát itt ebben az esetben egy olyan területet azonosítottunk, ahol a hatékonyabb jogvédelem érdekében jogalkotói közbenjárásra lenne szükség, ami valamilyen módon, ahogy nagyon sok más bírósági fórumon is, legalább valamivel több garanciát ad a jelenleginél arra mindenki számára, hogy valóban hatékonyan tudják alkalmazni ezt a fórumot. Említette azt is, hát, illetve azt a hát érthető, de meglehetősen súlyos állítást tette, hogy szinte nincs lehetőség az érdemi elbírálására ezeknek a panaszoknak, és az elnök asszony már mondott pár szót arról, hogy az NVI milyen felkészülési nehézségekkel nézett szembe. Arra lennék kíváncsi, hogy hogyan készül fel az Alkotmánybíróság
ezekre a helyzetekre. Ugye nekem az lenne az első reakcióm, ha egy, amikor olyan helyzetekbe kerülök, hogy valamit tudom előre, hogy nagyon rövid idő alatt kell majd teljesítenem, akkor nyilván kitalálok arra valamilyen módszert, hogy felkészüljek a helyzetre, hogyan tudjam a lehető legjobban kihasználni ezt. Na, hogy néz ki ez az eljárás az AB-nál? Hát, annélkül, hogy tényleg a részletekbe mennék, kialakított az, egyrészt az ügyrendet módosította az Alkotmánybíróság, kifejezetten ezekre az ügyekre vonatkozóan, ahogy az előbb említettem, kialakított egy ügyeleti rendszer, tehát arra az időszakra vonatkozóan, amikor várható volt, hogy alkotmányi panaszok érkeznek meg, arra az ügyekre vonatkozóan egy átfogó táblázat készül, hogy készült ott az Alkotmánybíróságon, hogy lényegében melyik munkanap, melyik tanácsok tudnak ülésezni, mert megvan a megfelelő számú alkotmánybíró hozzá. Ugyancsak az ügyrendben enyhítette az öttagú tanácsok határozott képességére vonatkozó szabályt, és megelégedett azzal, hogyha legalább három tagja a tanácsnak jelen van, akkor tud egyhangulag döntést hozni. Ugye a főszabály az, hogy mind az ötnek jelen kell lennie, és így többségi döntést tud hozni. Póttagok tudtak beülni a tanácsokba, tehát lehetőség volt egy ilyen csereberére is, és ezáltal több tanács tudott ülésezni. A jogintézmény gyakorlására tekintve nem kell felkészülni, mert az alkotmányi panasz az egy bejáratott jogintézmény. Tehát, hogy egy bejáratott hatáskör, tehát ilyen értelemben nem kell külön felkészülni. Tartalmilag, ha nem is tartottunk a munkatársnak külön oktatást, de a belső intranet hálózatra felkerült az elmúlt 10 vagy 12 év valamennyi választási tárgyú kúriai jellegű döntése elérhetővé vált közvetlenül. Ilyen jellegű dolgokat tudunk még sorolni, és nyilván van egy olyan, ami nincs, nem megragadható, nem van egy szociológiája, hogy tulajdonképpen a ilyen értelemben elég jó vizsgázott számomra is egyébként az Alkotmánybíróság munkatársai, az ügy szeretet, meg az odaadás terén, tehát sohasem probléma nem volt, hogy péntek délután kellett esetleg öttagú tanács ülést tartani, és azt elő kell készíteni, stb. Tehát bizonyos szempontból mindenki átlátta, hogy akkor ezt most meg kell csinálni. Egyetlen határidőt nem mulasztott el az Alkotmánybíróság, tehát föl sem merült, hogy kicsúszott volna bármelyik határidőből is. Bizonyos ügyek valamennyi hátrányt szenvedtek nyilván az egyébként folyamban lévő ügyek közül, de ez sem volt úgy jelentős, tehát hogy nehéz lenne így konkrétan megnevezni egyik vagy másik ügyet, amelyik hetekkel később fejeződött volna be. Tehát nagyjából ilyesmi jellegű. Köszönöm szépen. Egy kicsit visszatérnék az elnökasszony bevezetőjéhez, amiben említette, hogy ugye az előttünk álló önkormányzati választások, illetve nemzetiségi önkormányzati választások, azok különös kihívást jelentenek. Nyilván ismét egy új rendszer, egy új eljárás első alkalmazásáról van szó. És azt mondta, hogy biztos, hogy ezekkel is lesznek gondok, és nem tudtam ellenállni annak, hogy megkérdezem, hogy milyen gondokra számíthatunk, mi az, ahol már előre tudják, hogy problémákba fognak ütközni, és mit tesznek annak érdekében, hogy minimalizálják ezeknek a következményeit? Hát ugye részben ugyanazok, amelyek eddig voltak. Van a nemzetiségieknek regisztrálniuk kell, a nemzetiségiek regisztrációs kérelmével eddig is több probléma volt. Most ugyan a nemzetiségi bizottság, tehát a szószólókból álló bizottság kezdeményezett egy törvénymódosítást, ahol bizonyos könnyítési lehetőséget kaptak,
hogy amikor a regisztrációs nyomtatványt kitöltik, akkor nem kell például, tehát az ékezet hibákat, illetve a különböző utóneveket, hogyha két utónév közül az egyiket lehagyják, akkor ez nem jelenti azt, hogy automatikusan el kell utasítani a regisztrációs kérelmet. Továbbá ez a bizottság kérte, hogy kicsivel részletesebb indokolást kapjanak a választópolgárok, hogyha a regisztrációs kérelmük elutasításra kerül, bár szerintem eddig is volt ilyen jellegű, mert az indokolásba azért az bekerült, a legelőször még nem. Tehát ugye mondtam, hogy gyakorlatilag együtt készítettük és együtt tanultunk a gyakorlatban a törvény alkalmazásával. Kezdetben voltak olyan problémák, amikor tehát valamilyen probléma volt a különböző regisztrációs kérelemmel, akkor csak egy rövid indokolás kapott, amelyikben az volt, hogy nem felel meg a személy- és lakcím nyilvántartásban szereplő adatoknak. Ezt később már mi saját magunk törvénymódosítás nélkül precizíroztuk, és akkor már bekerült az, hogy elírás történt az anya nevénél, elírás történt a... Hát a személyszám nem stimmel, akkor az kapásból, mert ugye ha valaki rossz személyszámot adott, akkor ha be is tudtuk azonosítani, de hát az nem fogadható el, mert ott akár visszaélésre is kerülhet sor. Tehát ilyen problémák voltak, és itt azért erről szeretnék egy kicsit beszélni, mert itt emiatt kaptuk tulajdonképpen nem csak mi, hanem a helyi választási irodák is az egyik legtöbb támadást, hogy túl szigorúan történik az elbírálása ezeknek a regisztrációs, átjelentkezési, külképviseleti névjegyzékbe való bejelentkezési nyomtatványoknál a kitöltéseknek. Ugyanakkor azt is tudni kell, hiszen önök is felhívták a figyelmünket arra, hogy itt visszaélésekre is kerülhet sor, hiszen ha valaki megszerzi valakinek az adatait, akkor azzal visszaélve átjelentkeztethet állampolgárt. Ha nem alkalmazzuk teljes pontossággal a törvénynek a szabályait, és csak eltekintünk bizonyos elírásoktól, hogyha valakinek az édesanyját, nem tudom, Újlaki Magdolnának hívják, és ehelyett ő Újlaki Magdalénát ír be, plusz odaírja még, hogy Éva, és ez nem egyezik meg a személy- és lakcím nyilvántartás adataival, akkor honnan lehet azt tudni, hogy itt véletlenül tudta a személyszámot, és azon kívül pedig nem ért vissza az adatokkal. Tehát azért ez nagyon nehéz dolga van minden jogalkalmazónak ebben a tekintetben, hogy visszaélésre se kerüljön sor, meg tulajdonképpen úgy alkalmazza ezeket az adatokat, hogy emiatt ne legyen támadás, hogy na már megint micsoda bürokratikus módon jártunk el. Lényegében mi ahhoz tartottuk magunkat, és mai napig ezt mondjuk, hogy a lakcímkártyából, tehát a magyar állampolgártól nem kértünk semmi mást, ha külföldön dolgozik, ha Magyarországon lakik, ha itt szavaz, ha külföldön képviseleten akar szavazni, hogy a lakcímkártyájának és a személyigazolványának az adatait másolja be. Na most ez nem sikerült. Tehát ezzel volt rengeteg baj. Kétségtelen, hogy ennek következtében most már az indokolásba az beírjuk, hogy az anya nevénél az egyik utónevet nem jól írta be, de azt nem írjuk le, hogy mit kellett volna beírni, mert akkor segítünk az állampolgárnak vele. Tehát ez a nemzetiségieknél ez a regisztrálás, ez biztos, hogy problémát fog jelenteni. Most átjelentkezés az nem nagyon lesz, hiszen csak a tartózkodási helyre, tehát a bejelentett tartózkodási helyre van lehetősége a választópolgárnak, hogy a lakcíméről elmenjen a lakóhelyéről a tartózkodási helyre. Tehát ez nyilván jóval kevesebb lesz, mint a korábbi két nagy választásnál. Ez, de ettől függetlenül, tehát erre számítunk, hogy ilyen gondok lesznek. Az ajánlás,
Ugye többes ajánlás van a törvény módosítás alapján mindenütt, a polgármester választástól kezdve a helyi képviselők és a nemzetiségi választásnál. Ezeknek az ajánlásoknak a feldolgozása ugyan a törvénymódosítás 3 napról 4 napra határozta meg a feldolgozási időt, de ez attól függetlenül rettenetes sok problémát fog jelenteni, és itt csatlakoznék ahhoz, amit itt ön az előbb, még mielőtt a kerekasztal beszélgetés volt, említett. A informatikai úton történik az ajánló éveknek a feldolgozása, tehát azt rögzítjük számítógépre, csak addig, ameddig, tehát ha valaki kétszer annyi ajánlást adott be, vagy ajánló ívet, mint amennyi szükséges egy polgármester ajánláshoz, vagy egy képviselő ajánláshoz, akkor csak bizonyos rátartásig ellenőriztük, de nem ellenőriztük le az összeset. Tehát, hogyha szükség volt 10 000-re, és beadott 30 000-et, akkor leellenőriztünk 12 000-et, meg volt, érvényes volt az ajánlás, a többit nem ellenőriztük, az nincs berögzítve. Ha azzal kapcsolatban kérnek adatot, amit berögzítettünk, az pillanatok alatt tudjuk adni, mert az nem jelent problémát, eddig sem jelentett problémát, mert az ott van a rendszerben. De ha utasítottak, akkor vissza a választási irodák ezeket a kérelmeket. Én úgy gondolom, hogy az összeset kérték, tehát nem csak a beregisztrált, tehát a feldolgozottat, hanem valamennyi ajánlásnak az ellenőrzését, annak a feldolgozása viszont iszonyatos plusz munkát jelent, ami nincs berögzítve. Tehát például most is van egy bírósági ügyünk, ahol meg kell nézni azokat is, azokat az aláírásokat, amelyeket nem rögzítettük. Hát ehhez több embert kell, több napon keresztül, mert akkor tételesen végig kell nézni az ajánló éveken a sorokat. Ha berögzítettük, akkor a program ezt fél perc alatt adja. Igen, hát ez világos. Ez egyébként, ez a kétféle adatközti különbség, ez abban is tükröződik, hogy nagyon-nagyon kevés, tehát azt hiszem 1 vagy 2 olyan esetről van tudomásunk, amelyekben a választási iroda, láss csodát, az adatvédelmi hivatal és az NVI állásfoglalása ellenére is tájékoztatta a választópolgárt azokról a személyes adatokról, amelyeket az ajánló éveken kezeltek, de csak azokról, amelyeket, ahogy az elnök asszony említette, feldolgoztak a jelöltállítás során. Ugye a mi problémánk ezzel az csupán az, hogy az ajánlások feldolgozása és az adatkezelés az ugye itt szétválik. Tehát olyan esetekben is kénytelen kelletlen adatkezelővé válik a választási iroda, amely esetekben az ajánlásokhoz nem használja fel azokat az adatokat, de hát ugye tárolja, rendszerezi, megsemmisíti őket, pontosan ezek szerepelnek az információs önrendelkezési jogról szóló törvényben. Tehát ezt mi csak megsemmisítjük, meg átvesszük, de lényegében nem kezeljük. Hát ez nem világos. Hát igen, ez egyébként a fő vita az elején, tehát az NVI nem adott ki állásfoglalást ezzel kapcsolatban, hogy most ne adjanak nem, ki. Nem, hát annak az adatvédelmi hatóságra hagyatkoztak, nem, de? Igen, tehát mi önállóan nem adtunk ki semmit, de a másik, ami vitatott volt, és az elején ez problémát jelentett, amikor azt kérték még, hogy végezze el a Nemzeti Választási Iroda is, és végezze el valamennyi választási iroda az aláírásokat, hasonlítsa össze, és állapítsa meg, hogy tehát nem azt kérték, hogy hány helyen szerepel a neve valakinek, hanem hasonlítsuk össze az aláírásokat. Most erre mondta azt a Nemzeti Választási Bizottság is, meg mondtam én is, hogy nincs olyan törvényi felhatalmazásunk, hogy aláírásokat hasonlítsunk, és egyébként is mihez. Tehát azt, hogy most az elhangzott ilyen is, hogy a személy és lakcím nyilvántartásban lévő aláíráshoz, hát a két adatnak az összekapcsolása, az már eleve problémát jelentett volna, gondolom önöknek is, mert az alkotmány ellenes. Tehát két adatbázis törvény ellenesen, törvényi felhatalmazás nélküli összekapcsolás, az nem létezik. És mi a megoldás? Mert hogy ez nyilvánvalóan azért problémának tűnik, hogy akkor van egy
széles körű valószínűsített visszaélés, amivel nem tudnak mit kezdeni ugye azok a szervek, amelyeknek a választások tisztasága feletti örködés lenne a dolga. Hát mit, mit lehet ezzel kezdeni? Hogy itt csak az lehet, hogyha ilyen gyanú felmerül, akkor büntetőeljárás kezdeményezés, és ezt a büntetőeljárás során meg tudják oldani, hogy, hogy esetleg valamivel összehasonlítják, vagy irányszakértőt vesznek igénybe, de a választási szervek sem irányszakértőt nem tudnak igénybe venni, sem összehasonlítani nem tudják és ezeket. Ki fogja kezdeményezni ezeket a büntetőeljárásokat? Mert hogy az egyik probléma az az, hogy úgy tűnik, hogy a NAIK álláspontja szerint, amely immár a törvény betűje, ugye egy borzasztóan szűk tér lesz arra, hogy egyáltalán az állampolgárok megszerezzék azokat az adatokat, amelyeknek birtokában már észszerűen feljelentést tehetnek visszaélések gyanújával. Tehát azt nem látom, hogy hol biztosított ebben a rendszerben az, hogy legalább én valóban büntetőeljárást kezdeményezhessek, független attól egyébként, hogy ezek ugye egy-egy esetben induló büntetőeljárások, és alig ha jelentenek majd elszigetelten bármilyen orvoslatot arra a problémára, hogy nem azok a jelöltek indultak, akiket a választópolgárok a bizalmukkal ajánlottak volna. Nem a választópolgárok akaratát tükrözi az ajánlási rendszer, hanem a választópolgárok akaratával szembe menően szereznek jelöltséget. De most én visszakérdezek, hogyha ezt esetleg 30-35 nap múlva a jelölés elfogadása után kezdeményezi, és emiatt lefolyik, vagy elindul egy büntető eljárás, akkor azon kívül, hogy ezt megtudja, hogy itt visszaéltek önnek az aláírásával, a jelöltnek a státusza változhat még? Az álláspontunk az, hogy nem csak a jelölt státusz közvetlen változásában van ezeknek az eljárásoknak jelentősége, hiszen nem csak egy-egy választásban akarjuk megdádázni a visszaélt jelölteket, hanem olyan garanciális elemeket szeretnénk a választási eljárásban, amelyek legalább elrettentő erőt biztosítanak. Ugye a büntetőjognak, hát tudjuk, hogy ez az egyik fő funkciója, és éppen ez az a funkció, ami nem tud érvényesülni akkor, hogyha sehogy se fogunk eljutni a büntetőeljárásig. De pontosan szerintem az, mert bármikor, hát a 3-4-5 napon belül ez bárki kezdeményezheti, ebben az esetben megindul a büntetőeljárás, most is van folyamatban. Baranya megyében például nem semmisítették meg az ajánló híveket, mert először csak egy körzetben, a Mohácsi körzetben, majd az összes többit bevonta a rendőrség, és ott folyik a továbbra is a vizsgálat. Ők határidőn belül, mindjárt akkor, amikor az ajánlás ellenőrzés volt, ott megkezdődött az eljárás. Tehát ezt most is kezdeményezheti bármelyik állampolgár, aki úgy gondolja, hogy visszaélések voltak, hogy abban a pillanatban indít egy ilyen, tesz egy ilyen bejelentést, és akkor, miután a feldolgozottakat azonnal meg tudja vizsgálni egyébként a választási iroda, és hogyha előfordul az, hogy ő azt mondja, hogy hát itt tényleg visszaéltek az állampolgárnak az aláírásával, meg a nevével, akkor abban a pillanatban lehet tenni. Egyrészt a választási iroda is kötelező, hogyha ez neki tudomására jut, hogy itt visszaélésszerű valami jogtalan eljárás történt, hogy ő tegyen hivatalból, meg a választópolgár is megteheti. Tehát én úgy gondolom, hogy azért mindenki érdeke inkább az, meg a jogbiztonság is azt követeli meg, hogy ezek gyorsan kiderüljenek, és nem 30-60-80 nap múlva. Szerintem ebben egyetértünk, hogy a nem kiderülésnél jobb a gyorsan kiderülés, és a nem kiderülésnél viszont még az is jobb, ha lassan derül ki. Zoltán, szerettél volna hozzáfűzni valamit? Köszönöm, egy kapcsolódó kérdés, ami talán egy példával jobban rávilágít arra, amit Attila feszegetett. Még tavasszal, egy évvel ezelőtt volt arról egy szakmai egyeztetés, hogy vajon vannak-e kellő garanciák a törvényben, a VE-ben arra vonatkozóan, hogy lehet-e tudni, hogy ki van a levélszavazat mögött. Mert hogy a korábbi verzióban a levélszavazatoknak a ellenőrzése, legalábbis a szavazati iratok tekintetében, ami ugye két borítékos rendszerben elkülön a szavazat számlálástól, az nem volt teljességgel nyilvános, ezért tettük azt szóvá többen, illetve civilek vetették fel a kérdést, ennek az eredménye nyilván egy szerencsé pozitív változás volt, hogy most már ez egy nyilvános
ellenőrzés, amikor a pártok delegáltja is jelen lehetnek, a sajtó jelen lehet, lehet-e tudni, hogy valósak-e a levél szavazatok. Ugye ez önmagában egy garancia, hogy az ellenőrzésnek a lehetősége biztosított. Ha azt mondanánk, hogy ez nincs, viszont helyette lehet büntető feljelentést tenni, ha valaki úgy gondolja, hogy egyébként az általa nem látott levélszavazatok meg vannak hamisítva, az ugye egy hasonló érvelés, de ugyancsak hiányérzetünk lenne, mert hogy garancia a választási eljárás eszközrendszerével nincs biztosítva a polgár számára. Tehát valami ilyesmire gondolunk, azt gondolom, amikor a választási eljáráson belül keresünk annak a lehetőséget, hogy hogyan lehet kiszűrni ezeket a hamis ajánlásokat, mert ugye a választás eredményére, legitimitására hatnak ki ezek a hamis ajánlások. Most a levéllel kapcsolatban ott a büntető eljárást azt kapásból el kellett vetni, hiszen ezek az embereknek az a feltétele, hogy regisztrálhassanak, hogy nincs Magyarországon állandó lakóhelyük. Tehát azt, hogy kint egy Amerikában, Németországban, vagy akár Romániában történő visszaéléssel kapcsolatban, hogy jártunk volna el, azt nem igazán, mert hiszen joghatóság sincs. Úgyhogy erre az egyik, a kérdés egyik felére ez a válasz. Tehát ott a büntető eljárás az nem működhetett, mert az nehezebb. Az, hogy itt további garanciákat az ajánlás ellenőrzésnél hogy lehet még kitalálni, ebbe nagyon szívesen veszünk minden ötletet önöktől is. Egyébként azt meg hangsúlyozni szeretném, hogy mi valóban csak jogalkalmazók vagyunk, de kezdeményezhetünk, aztán vagy megcsinálják a jogszabályt a törvényalkotó, vagy a rendelet alkotója, vagy sem. Kezdeményezni tudunk, és felhívni a figyelmet, azt tudjuk. De nagyon szívesen veszünk önöktől, hiszen az is a levélszavazásnál is közösen alakítottuk ki a politika kapitállal, hogy a különböző garanciális szabályokat még beépítsük, úgyhogy ilyeneket szívesen veszünk önöktől, vagy bárkitől. Köszönöm. Egy kicsikét áttérnék a kérelmezési, a különböző névjegyzékekkel kapcsolatos kérelmezési eljárásokra. Említette, és ezzel azt hiszem, hogy mindannyian egyet is értünk, hogy tapasztalhatók fontos fejlődések ezekben a különféle kérelmezési eljárásokban, és én mindenképpen csak üdvözölni tudom azt, hogy például az elutasítások indokolásában most már egy kicsit részletesebb érdemi indokolásra kerül sor. Hát a mi tapasztalatunk szerint valóban nagyon hiányzott az elején, tehát azt hiszem, hogy abban is teljes mértékben egyetérthetünk, hogy a kérelmek nagyon pontos ellenőrzése az kulcsfontosságú a visszaélések elkerülése szempontjából. Tehát ez kétségtelenül egy működő garanciának tűnik. Viszont nagyon sok olyan jogsegélyszolgálati megkereséssel szembesültünk, ahol például külképviseleten szavazni kívánó polgároknak 3-4-szer dobták vissza úgy a névjegyzékbe való felvételi kérelmét, hogy az indokolásban szerepelt van, biztos, hogy szerepelt, nyilván annyi mondjuk, hogy eltérés a névjegyzékben szereplő adatoktól, csak hát ez a kevésbé részletes korábbi indoklás, ez nagyon kevés segítséget nyújtott sokszor a tényleges jogérvényesítés, és ez ugye azért is probléma, mert hát a kérelmezésnek is vannak határidői, és általában a választópolgárok nem annyira a határidő, nem annyira a kérelmezési időszak elején, hanem inkább a vége felé szeretnének élni ezzel a lehetőséggel. Azt szeretném ezzel kapcsolatban kérdezni, hogy egy kicsikét a kérelmezések sikerességével kapcsolatos tapasztalatokról faggatnám. Tehát arra már fény derült, hogy ez egy probléma lehet az állampolgárok számára, hogy az indokolásban nem volt elég részletes az információ, ami szerepelt, és ez most változott is, ami mindenkinek a hasznára válik. Viszont nagyon sok olyan helyzet, nagyon sok olyan jogsegélyszolgálati megkeresést is kaptunk, amiből az derült ki számunkra, hogy a választópolgárok jelentős része számára meglehetősen nehezen áttekinthető a kérelmezési eljárás. És én arra lennék kíváncsi, hogy egyrészt ez a tapasztalat, ez átjön-e a választási irodáknak is, hogy
hogy egy nehezen átlátható, nehezen értelmezhető eljárásban kell érvényesíteniük a választópolgároknak a jogaikat. Másrészt, hogy van-e erre bármilyen jogalkotási javaslatuk? Ez nyilván nem egy jogalkalmazási kérdés, de önök a legnagyobb tapasztalói annak, hogy ez hogy működik. Egy-két példát mondanék. Nagyon sok embernek például önmagában a megfelelő kérelem megtalálása is problémát okozott. Tehát mondok egy példát egy kérelem címre, ami meg fogja világítani szerintem mindenki számára, hogy miért nem találják, amit keresnek. Úgy hangzik a neve a kérelemnek, hogy nemzetiségi választópolgárként történő nyilvántartásba vétel, fogyatékossággal élő választópolgár segítése, vesző, személyes adatok kiadásának megtiltása iránti kérelem. Hát én azt hiszem, hogy nem kell meglepődnünk, ha ebben a rengetegben egy kicsit elvesztek a választópolgárok. Mit lehet tenni ezzel? Van-e bármilyen törekvés arra, hogy egy kicsit egyszerűbbé, átláthatóbbá tegyék ezt a folyamatot, illetve hogy jobban elmagyarázzák legalább a választópolgároknak, hogy mit hol kell keresni? Igen, ezt egyrészt a honlapunkon is már próbáltuk. Ugye először a határon túliaknál, a levélszavazatoknál és az itt a regisztrációval kapcsolatban itt szembesültünk azzal, hogy nehezen volt érthető ezeknek a nyomtatványoknak a kitöltése. Itt számos segítséget nyújtottunk, csináltunk ilyen úgynevezett mintabélát egyenként, minden rovatot megmagyaráztunk, hogy hogy kell kitölteni. Ezt továbbra is próbáljuk, hogy a honlapunkon így egyszerűsíteni. A másik az, hogy egyszerűbbé kell tegyük a nyomtatványokat, de ugye ez sem rajtunk múlik, mert ez meg a rendelet része, de hogy valahogy, és több magyarázó szöveget kell hozzátegyünk a honlapon. Ugye a legtöbb probléma az a online regisztrálással, az online jelentkezésekkel, tehát egyáltalán az online használatánál jelentkezett, mert ha valaki ezt levélbe küldte be, azért azt egyszerűbben megcsinálta, ha meg személyesen bement, akkor nem volt probléma. De az is kétségtelen, hogy fantasztikus dolgok fordultak elő, csak egy példát mondanék, az egyik külképviseletről, 3-4 a magától, a nagykövettől, 3-4 felháborodott levelet kaptam e-mailben, hogy az ő feleségét folyamatosan elutasítják, és ő most már tanúi vannak, hogy jelentkezett, és mégsem fogadják. És amikor konkrétan mi, tehát bent a választási irodában mi néztük meg, hogy ugye mi is be tudtunk menni és megnézni, hogy hogy jelentkezett be, kiderült, hogy állandó probléma az volt, hogy a hölgy az folyamatosan egyessel kezdte a személyi számát. Tehát amikor visszaírtam a nagykövetnek, hogy legalább ott kezdjék kitölteni jól az adatot, hogy jó adatot írjanak be, és kettesek kezdjék, ha már hölgyről van szó, akkor ezt követően már nem volt probléma. Tehát gyakorlatilag azért nagyon sokszor volt olyan, hogy ott rontotta el valaki már mindjárt a kezdetén, aki kitöltötte, de aztán könnyebb volt a helyi választási irodákra hárítani a felelősséget. De mondom, tehát ezt próbáljuk. A másik, amit ugye átjelentkezésnél nagyon sok problémát volt, és azt nem tudtuk végül megoldani, a teljes garanciát biztosítani, hogy ki lehessen értesíteni az átjelentkezőket, mert hogy az utolsó nap, tehát választás megelőző pénteken még lehetett átjelentkezni. Itt abban gondolkozunk, hogy ezt az időt meghosszabbítanánk, tehát mondjuk olyan 5. napig lehetne csak online, illetve levélben jelentkezni, mert a levélben való jelentkezésnél is ugyanilyen problémák lehetnek. Ebben az esetben viszont lehetne arra, tehát megvan az idő arra, hogy kiértesítsük az állandó lakóhely szerint a választópolgárt, és akkor így talán lehetne a visszaéléseket tovább. De egyébként nem találkoztunk szerencsére, tehát nem volt most, amitől féltünk, nem volt ilyen visszaélési probléma. Gondolom, az egyszerű választópolgárt a nagykövet úr feleségehez hasonlóan ne irányítsuk önhez, ugye, a kérdéseiben. Hát elég sokan vannak, hogy jönnek azért. A kérelmezési eljárással kapcsolatban
felmerült nagyon sok olyan probléma is az alkalmazói, már mint az ügyfél oldaláról, ami eljutott hozzánk, hogy az ügyfél, az, hát mondjuk azt, hogy állítása szerint beadott online kérelmeket, és lényegében a választási szerv hallgatásával találkozott, hát erre válaszul, és az lenne az egyik kérdésem, hogy mit lehet tenni ezzel, mert hogy azokban, különösen az online kérelmezés esetén, ugye nagyon sok más eljárásban, például ha én tértivevénnyel feladok egy kérelmet a választási irodának, akkor tudom azt igazolni, hogy beérkezett az a kérelem a választási irodába, és amennyiben a választási iroda határidőn belül nem bírálja el a kérelmemet, akkor én tudok bizonyos jogorvoslati eljárásokkal élni. Viszont az online kérelmezés esetén nem áll fenn ez a lehetőség, és azt hiszem, hogy ez a választási irodák teljesen jóhiszemű eljárása mellett is probléma, mivel hogy képzeljük csak el, elérkezünk az utolsó képernyőre a kérelembe, rákattintottunk a benyújtás gombra. Mi történik utána? Hát ugye a választópolgárnak fogalma sincs erről, nem kapott semmilyen értesítést arról, hogy a kérelmet befogadta az illetékes választási iroda, de még egy visszaigazoló képernyő sincs arról, hogy sikeres volt a kérelem benyújtása. Ugye azt se tudom felhasználóként, hogy egyáltalán milyen záróképernyőt kellene várnom, hogy az eredmény az egy sikeres kérelem benyújtása volt, vagy közben megszakadt az internet kapcsolat. Tehát mit terveznek ennek a ügyében tenni, hogy egy kicsikét a választópolgárok részéről jobban kikényszeríthetőké váljanak ezek a kérelem elbírálási határidőkért, vagy egyáltalán a választópolgár valamilyen módon tudja igazolni, hogy ő tényleg benyújtotta ezt a kérelmet, hiszen azt se tudjuk ezekben az esetekben egyébként, hogy tényleg benyújtották ezt a kérelmet. Nem tudom, önöknek van információja elbírálatlan kérelmekről? Tehát gyakorlatilag ugye ezzel is a kezdetben szembesültünk, hogy ez még a rendelet alkotásánál tavaly, hogy ezek problémát jelenthetnek, akkor találódott ki az aztán törvénymódosításnál, hogy feltétlenül adni kell egy értesítési címet. Na most az ez megint csak a levélszavazatoknál jelentkezett először, akkor az értesítési címre oda mindenféleképpen kiértesítettük az ügyfelet, hogy az ővé neki rossz, amit beadott, vagy nem azt, hogy azon, hogy megérkezett egyáltalán, csak az, hogy most akkor elbírálásra került, és az miért került elbírálásra. Az értesítést, ha nem kapunk legalább egy e-mail címet, akkor nem tudjuk neki azt visszajelezni, hogy beérkezett, mert nem tudjuk hova visszajelezni, hogy beérkezett a kérelme. A megadott ellátott sikeres benyújtás, visszaigazoló képernyő, az például miért nem működik? Például akárhol feladhatja valaki ezt az online, tehát nem feltétlenül kell neki otthon a saját számítógépén, hanem egy internetkávézóba vagy valamilyen helyeken. És tehát ezekkel ilyen probléma volt. Na most tehát gyakorlatilag aki megadta az e-mail címet, ott rettenetesen rossz tapasztalataink voltak, mert pillanatok alatt több mint 3000 hibás e-mail címünk volt, amire kiküldtük mi a választ, de az vissza is jött, hogy nem kézbesíthető. Ezek után a kollégák teljes részletességgel átnéztek, meg próbálkoztunk, meg minden. Ugye a legtöbb, ezt akkor annak idején el is mondtam, hogy a saját adatainál lehagyták az ékezeteket, az e-mail címeknél meg következetesen ékezeteket írtak az e-mail címekre, ezért aztán persze, hogy nem létezett. Mert volt, aki adott meg fakszámot, aztán az is visszajött, mikor megpróbáltuk, felhívtuk a fakszámot, akkor azt mondta a néni, hogy ó, aranyoskám, nekem soha nem volt faxom, ez telefon. Tehát ilyen értesítési címeket kaptunk, úgyhogy ez is problémát jelent gyakorlatilag. Én úgy gondolom, hogy a választás kitűzését követően az ügyintézőknek összesen egy napjuk van arra, hogy elintézzék a beérkezett kérelmeket, tehát nagyon gyorsan kell kapjanak választ.
Egyrészt ugye van az a szabály, hogy az állandó lakcímre mindenféleképpen kap meg, hogy megkapja, ahova kéri az értesítési címre. Ha nem, az állampolgár nem kap időben választ, akkor nyugodtan nyújtsa be újra. Tehát nem kell megvárni azt, hogy most nem kapok választ hetekig, hanem akkor próbálkozni kell újra. De ebben is nagyon sokat javultunk. Ugye első időben ezt már elmondtam itt a Szabó úrnak az előbb, hogy amikor én rájöttem arra, hogy több hétig nem adtak választ a helyi választási iroda vezetők vagy munkatársak, akkor egyenként végignéztem az ország összes települését, és utána a területi választási iroda vezetőket felhívtam, és megmondtam nekik, hogy milyen elmaradások vannak. Majd utána pedig lehetőséget teremtettünk arra most már az uniós választásnál, hogy ezt a területi választási iroda vezetők is láthatják, hogy hol van elmaradás. Én pedig megfenyegettem minden helyi munkatársat, hogy a honlapra fel fogom tenni, aki nem intézi el határidőben az ügyeket. Na, ez hatott legjobban, mert tényleg folyamatosan figyelemmel kísértem, hogy hogy áll az ország az átjelentkezésekkel, meg a külvis jelentkezésekkel, és most az utóbbi időben már aznap intézték. Úgyhogy annak idején valóban még, főleg ezek az új munkatársak nem gondoltak rá, hogy ők kaphatnak ilyen kérelmet, úgyhogy volt tényleg több hetes elmaradás is, de bízom benne, hogy ez a gyerekcipőt jelentette, és most már ez a helyzet javult, természetesen az ellenőrzést azt továbbra is folytatjuk. Hát ezt örömmel hallom, hogy helyükre kerültek bizonyos minőségbiztosítási eljárások. Hát egyébként ez megtörtént, tehát ezek a szegény állampolgárok, akik küldözgették a kérelmeket, ők aztán lelkesen küldözgették egészen addig, amíg le nem járt a kérelmezési határidő, csak ugye ott már mit lehet csinálni? Tehát mi már kínunkba ugye azt ajánlgattuk, hogy küldjenek szépen külföldről, tértivevénnyel benyújtott kérelmeket az utolsó pillanatban, akár beérkezik, akár nem időre, mert arra semmi reményt nem látott a választópolgár, hogy az online benyújtott újabb kérelmére bármilyen választ fog kapni. Tehát azt hiszem, hogy senki nem kételkedik egyébként a választási irodák munkatársainak integritásában, itt csak arról van szó, hogy a választópolgár kerül egy olyan helyzetbe, amiben ő bizony a kérelem beérkezéséről szóló visszaigazolás nélkül egész egyszerűen nem tud érvényesíteni semmilyen jogorvoslati lehetőséget, ha erre kerülne a sor. Végezetül egy kicsit visszatérnék az alkotmánybíróságra. Egy tágértelemben hasonló kérdéskörrel. Ugye, ahogy a főtitkár úr is említette, úgy fogalmazott, hogy nem striktek a határidők az alkotmányjogi panasz esetében, de hát ugye ezt egy gyakorlati nyelvre lefordítva, ez azt jelenti, hogy amikor így rendes eljárásban adunk be alkotmányjogi panaszt, akkor azért a legtöbbször nem nagyon lehet arról elképzelésünk, hogy ez mikor fog valóban döntés elé állni. És tehát ezzel kapcsolatban az lenne a kérdésem, hogy hogyan szabják meg például a prioritását ezeknek az ügyeknek. Ugye konkrétan a választási eljárással kapcsolatban, rendes eljárásban érkeztek, hát olyan ügyekben, vagy hát benyújtásra kerültek olyan ügyekben alkotmányjogi panaszok, amelyeket ha elbíráltak volna a választási eljárás előtt még, vagy azoknak egy bizonyos szakaszában, akkor bizony, hát legfinomabban is fogalmazva, nagyon fontos olyan alkotmányjogi vitákat dönthettek volna el konklúzívan, amelyekről az állandó közéleti vita az azért aláásta a választások észlelt legitimitását. És hát természetesen most az alkotmány jogi panasz benyújtójának perspektívájából nézve, ugye komoly jogsérelmekre is jogorvoslatot nyújthatott volna egy időben meghozott döntés.
Az tehát a kérdésem, hogy az Alkotmánybíróság tulajdonképpen hogyan észleli az ezzel kapcsolatos felelősségét ebben a gépezetben? Van-e valami eljárás arra, hogy az ilyen kiemelt közjogi jelentőségű panaszokat lehetőleg minél előbb elbírálják? Ha van, akkor ezek az eljárások miért nem jutottak érvényre? Hát igen, ez egy elég összetett kérdés. Egyrészt miután egy ügy ki van szignálva az előadó alkotmánybíróra, tulajdonképpen ő az ügy ura egészen addig, amíg a testület elé nem terjeszti az előbb említett határidőn belül az első tervezetet. Ez azonban bizonyos mértékben relatív, mert végsősorban az elnök hatásköre és feladata az, hogy számon kérje magát a határidőt is, de hogyha ugye van a közlekedés jogban, vagy a közlekedés rendészetben van ugye hogy 60-as tábla, de emellett van a helyi, vagy az út és látási viszonyoknak megfelelő közlekedés követelménye is. Tehát itt is vannak ugye a határidők, de hát azért minden ügynek van egy saját privát határideje is, vagy ha nem is mindegyiknek, de nagyon soknak. Abban az esetben, hogyha az előadó alkotmánybíró úgy látja, hogy nem fogja tudni tartani ezt a határidejét, akkor elkezd zarándokolni az ügyrend szerint az elnökhöz egy kérelemmel, hogy hosszabbítsa meg az eljárási határidőt. De persze még ez sem nyugtatja meg az indítványozót. Az az érdekes, vagy az a helyzet, hogy mint aki belülről látom az Alkotmánybíróság működését, és Ilona is látta szinte évtizeden keresztül belülről, vannak olyan ügyek, különösen most, hogy megjelent az alkotmányi panasz esetében a befogadási eljárás is, amiben nagyon gyorsan, vagy nagyon jó eséllyel elő tud állni egyfajta padhelyzet. Mert ugye ahhoz, hogy egy ügyből döntés legyen, vagy egy ügyben döntés szülessen, valamilyen megoldásnak többséget kell kapnia, relatív többséget kell kapnia az adott testületben, a teljesülésen. Nyilván, hogyha ha jelentős vagy nagyon vitatott az ügy, akkor egyértelműen, hogy teljesülés elé kell az ügy. Mert a tanácsok jellemzően egyhangulag szoktak dönteni. Ha egy tanácsban többségi döntés születik, tehát vita alakul ki, akkor az általában felkerül a teljesülés elé. Talán az egy kezemen is több az új, mint ahány olyan ügy volt, ahol a tanács többségi döntést hozott, és nem egyhangút. Legalábbis olyan szinten megnyilvánuló módon, hogy külön vélemény is született benne. Szóval vannak olyan ügyek, ahol minden ügyben alapvetően három megoldás létezik. Az egyik, az alkotmányi panaszokról beszélünk. Befogadja az Alkotmánybíróság, vagy nem? A befogadott ügyeken belül pedig elutasítsa az Alkotmánybíróság, vagy helyt adjon neki, és mondjuk egy megsemmisítési döntés születik. Azok, akik, ez időről-időre elő szokott fordulni, és azért mondom csak el, mert nem egy és nem két olyan ügy van, ami azért nem zárult le, azért nincs benne a mai napig döntés, mert egyszerűen nem tud kialakulni a teljesülésen belül többségi döntés. Azok, akik úgy ítélik meg, hogy be kell fogadni az ügyet, ahhoz ugye kell minimum 8 szavazat a 15 tagú testületben, azok is sok esetben megosztottak. Tehát hiába van többsége a befogadásnak, ha utána nem tud egyik oldal sem eredményt elérni, tehát nincs többségi döntés az elutasítás vagy a megsemmisítés között. Viszont akik
akik nem kívánják befogadni az alkotmányi panaszt, mondván, hogy ilyen vagy olyan okoknál fogva nem érdemes arra, hogy érdemben döntsön a testület, azok adott esetben tartják magukat ahhoz, hogy nem kívánnak érdemi döntést hozni, ezért nem támogatják sem az elutasítást, sem a megsemmisítést. És ott lebeg az ügy, oda kerül új alkotmánybíróhoz, megpróbál kompromisszumot elérni, nem sikerül. Van olyan ügy, aminek a harmadik alkotmánybírón megy keresztül az iratok, és ezek mindig nagy ügyek, ezek mindig olyan ügyek, amikben, mert hogyha egy teljesen marginális dolog, akkor előbb-utóbb az egyik oldalra állít, jó, akkor legyen visszautasítás, vagy jó, legyen elutasítás, ugye nem értek egyet vele, de jó. De a nagy ügyek, az adott esetben a politikailag is szenzitív ügyek, az alkotmánybíráskodás filozófiáját érintő ügyek, ezekben van a legnagyobb vita az alkotmánybíróságon belül jelenleg. Tehát, hogy mi a feladata az alkotmánybíróságnak, vagy az alkotmánybíráskodás milyen módon nyúljon bele a jogalkotás vagy a jogalkalmazás szférájába. Ezek súlyos, komoly, érdekes, tulajdonképpen érdekes nagy kérdések. Nem titok, hogy ezekben nagyon sokszor súlyosan megosztott a testület, ez látszik a különvéleményekben, látszik a párhuzamos indokolásokban, és akkor még azt is hozzá kell tenni, hogy nem mindig és nem mindenki ír különvéleményt vagy párhuzamos indokolást, de a vitában aktívan részt vesznek. Amivel nem akarom azt mondani, hogy minden olyan ügy, ami elhúzódik, az azért húzódik el, mert a dolog természeténél fogva deadlock alakult ki, csak hogy időnként ezt is hozzá kell számítani. És hát kétségtelen vannak olyan ügyek, amik valamilyen oknál fogva, vagy azért, mert nehéz benne a döntés, vagy azért, mert annyira szenzitívek, valahogy mindig a sor végére kerülnek. Ezzel együtt nem mondható, hogy jelenleg az Alkotmánybíróságon nagy ügy hátralék lenne, sőt, tulajdonképpen nincs ügy hátralék. A belső elektronikus iktatórendszerünk úgy van kialakítva, hogy folyamatosan minden reggel küld valamennyi munkatársnak és valamennyi alkotmánybírónak egy listát azokról az ügyekről, amikben esetleg lejártak a határidők, vagy amiben 10 napon belül le fog járni a határidő. Az elnök kap egy olyan listát, amiben mindegyik lejárt ügy szerepel minden reggel. Ezek jelenleg olyan 10-15 tételt tartalmaznak. Jelenleg 158 vagy 165 körülbelül azoknak az ügyeknek a száma, ami ki van szignálva alkotmánybíróra, és még nincs elbírálva, és ebből az előbb említett 10 plusz minusz azoknak az alkotmányi panaszoknak a száma, amikben lejárt a határidő. Ugye más kérdés a bírói kezdeményezések esete, ahol az alkotmány állapít meg egy elég, az viszont kifejezetten strikt határidő. Tehát ugye van egy régi mondás, és egyébként ez biztos, hogy a határidő egy kicsit szerintem fetisizálva van. Általában a bíróságokon is, tehát ugye 10 embert megkérdezünk az utcán, hogy miut eszébe legelőször a magyar bíróságokról, akkor 9 biztos azt fogja mondani, hogy hát elhúzódnak az eljárások. De szerintem ez egy meglehetősen, hát nem, vagy valamelyest így a talán a média, vagy nem tudom kik által is egy kicsit túl dimenzionált dolog, mert szerintem fontosabb egy jó döntés határidőn túl, mint egy rossz döntés a határidőn belül. Tehát én nem vagyok a határidőknek a nagy barátja semmilyen értelemben, és különösen nem az alapjogi bíráskodásban, ott azért ott nagyon sokszor más szempontok
is közrejátszanak, esetleg meg kell várni, hogyha absztrakt normakontrollról van szó, meg kell várni, hogy hogyan működik, hogyan hat a dolog. Ugye a régi mondás szerint az idő az alkotmánybíróság nagy barátja, és ebben nagyon sok igazság van szerintem. Tehát a nemzetközi emberjogi bírósági tapasztalat is az, hogy nem nagyon dolgoznak merev határidőkkel, hanem inkább megnézik jobbról is, meg balról is, és próbálnak jó döntést hozni. Azt hiszem, hogy érteni jobban értjük most már, hogy működik ez. Azt nem mondanám, hogy megnyugtatott a válasz. Mi azt hiszem, hogy a határidők barátai vagyunk, mégpedig azért, mert a határidők garantálják, hogy az állampolgárok ki tudják kényszeríteni a jogaikat, és nyilván az Alkotmánybíróságon különös súly van egy olyan jogi környezetben, amiben nagyon sok ügy kerül az Alkotmánybíróság elé éppen azért, mert választópolgároként, állampolgárokként az utolsó jogorvoslati fórumot látjuk benne, amelyben még érvényt szerezhetünk jogainknak. Nekem még egy utolsó kérdésem lenne zárásképp az elnök asszonyhoz. Ezt már nagyon, nagyon sok kérdés van itt még a papíromon, amit nem tudunk megbeszélni, de ezt muszáj feltennem, mert ezt az én integritásom kívánja, hogy ne hagyjam cserbe azt a sok jogsegélyszolgálatos ügyfelet, aki azzal a panasszal érkezett hozzánk, hogy átjelentkezett valahova, vagy pedig külképviseleti szavazásra jelentkezett, megkapta a határozatot, amelyben értesítik arról, hogy felvették az adott névjegyzékbe, majd odament, és azt találta, hogy nincs benne a névjegyzékbe. Mi történt? És mit lehet tenni az ellen, hogy ez ne történhessen meg még egyszer? Úgy gondolom, hogy ezt most már ilyet nem kaptak az uniós választásnál, csak azelőtt. És külföldön azért ilyen nem volt, tehát a külföldi névjegyzékeknél ott vittek magukkal határozatot a választópolgárok. Számos esetben tudom, Londontól Berlinig és Isztambulig voltak ilyen problémák. Kiderült, hogy ők lehet, hogy ez is a kezelési probléma miatt, tehát nem külföldi névjegyzékbe történő felvételt kértek, hanem mondjuk adatletiltást, és adatletiltásos határozatot is mutattak be ott a Küvis bizottság előtt, tehát ezek igazából nem tudjuk, hogy ennek mi volt az oka, hogy véletlenül vitték magukkal, és volt másik is, vagy elrontották a kérelmet. És itthon, mi a helyzet az oka az esetek, amikor a megfelelő határozatot mutatták itthon fel? Itthon valóban tudok több ilyet, hogy volt, amikor megkapta az értesítést a választópolgár, hogy X választókerületbe fog szavazni, és elment oda, és ott nem volt rajta a névjegyzéken. Ez sajnos egyértelműen az adott adatrögzítőnek, illetve a munkatársnak az adatrögzítési problémája volt. Tehát valahol ez is gondolom azért, mert hogy nem ismerték még a választási dolgokat. Tehát konkrétan, aminek utána jártunk, ott kifejezetten az volt, hogy kinyomtatta az értesítést, csak utána azt a gombot nem nyomta meg, amivel áttette volna az átjelentkező választópolgárt a másik választókerületbe. Ezt most már ilyen nem volt, tehát ezt pontosítottuk a programot is, hogy addig ne tudjon kilépni az ügyintéző ebből a programból, amíg nem fejezte be teljesen az ügyet. Tehát most az uniós választásnál már ilyen nem fordulhatott elő. Akkor megnyugtathatom a jogsegélyen hozzánk fordulókat, hogy ilyen nem lesz többet. Reméljük, hogy ilyen nem lesz. Aztán reméljük, hogy újabb dolgok sem vetik fel a fejüket, de azért természetesen, hogyha bármilyen probléma van, akkor kérem, hogy jelezzék nekünk, hogy tudjunk itt. Így legyen, és biztosíthatom, hogy jelezni fogjuk. Nagyon szépen köszönöm a részvételt a kerekasztal részvevőjének, dr. Pálfi Ilonának, az NVI elnökének, dr. Bicskei Botonnak, az AB főtitkárának, és dr. Pozsár Zoltánnak, a Magyar Helsinki Bizottság választójogi szakértőjének.
résztvevő is így gondolja ezt. Úgyhogy köszönöm szépen még egyszer mindenkinek.